a szolgálatom címet, testvéreim, a kárhoztatás szolgálata az utolsó napokban. 2 Tesalonika 2, 7-től 12-ig. Fel is olvasom. Így hangzik az írás. A csodálatos írás. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Az Úrról van szó, az Úr feltűnésével, ről, csak hangsúlyozom, akinek eljövetele, mármint az Antikrisztusról van szó, akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, most figyeljétek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, a májleplét vagy lelkét, többféleképpen fejezi ki a Biblia több helyen, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Eddig az írás. Ámen. Nos, a kárhoztatás szolgálata. A kárhoztatás azt jelenti, hogy ítélet alá kerülés. Amikor az illető tudja, hogy ítélet alatt van, mert nem engedett sem ennek az igazságnak, sem annak, és összecsap a sok bűnei fel fölött a tenger, úgymond, és nincs tovább. Ott marad a víz alatt, és ott várja a halált. Csak a halált várhatja. Üdvösséget már nem. Na, ezek azok, akik a kárhoztatás, illetve az ítélet alá kerültek, vagy ezután fognak kerülni. Ez egy végső állapot az élő emberek, bűnösök hozzáteszem, életében. Egy végső állapot. Itt már nincs mentség. Mindenképp elkárhozik. Mert volt idő számára, adva az Istentől, és Istennek a szolgái is ezt segítették elő az életében, az illető életében. Tehát minden módon segítette az Úr, hogy be tudná fogadni, hogy be tudja fogadni az igazságnak a szeretetét, azért, hogy üdvösségre jusson. Na most figyeld meg! Gondolhatja valaki, hogy elég csak az igazság szeretete és üdvösségre juthatok. Igen, de az igazság szeretetét kiteljesedett állapotában kell érteni, drága. Szívesen félreértő testvérem. Miért? Azért, mert csak azt tudja cselekedni azt a mély szellemi életet, hordozó szellemi igazságot, akiben ott van az igazság szeretet, akiben nincs, és hallja ezeket az életet hordozó hatalmas igazságokat. Hallja, mert ott van. Nem is kerülheti ki. Vagy tudatosan ment el egy gyülekezetbe, hogy hallja, hogy nem mit csinálnak ezek. De nem igazi szívvel ment el, hozzá kell tenned. Ezek el fogják engedni a fülük mellett,
kimennek onnan, és már el is felejtik, ahogy Pál apostol az egyik helyen ezt kifejti. Mintha nem is lett volna. Mindaz, amit látott és hallott a gyülekezetben. Elfelejtik. És továbbra is a helyébe jön az elméjébe mindaz, amiről előtte, az Isten tisztelete előtt gondolkodott. Testi módon természetesen. A testi törvény egyébként a halálra mutat rá, testvérem. Képzeljél egy tükröt, amely maga a test törvénye, mózesi törvényrendszer. Nézzél bele, és a halált láthatod a hátad mögött leselkedni rád, és várni, hogy na mikor, még már türelmetlen vagyok, gyere már, siessél hozzám, hadd vigyelek le a pokolba. Miért? Mert a testi törvény, a test törvénye a bűnös állapotodra és konkrétan is a bűneidre mutat rá. Mielőtt nem lett kinyilatkoztatva a mennyből annak a csodálatos profétának a törvény, előtte nem is tudták az emberek, hogy ők tulajdonképpen bűnösök, mert a bűn szónak nem volt olyan jelentősége, és az igazságra való rámutatás készsége, képessége, mint amikor eljött a törvény, és rámutatott a bűnre. A bűn zsoldja pedig a halál, testvérem. Ugyan nem akarod letagadni, mert tudod, hogy így van. Tehát a bűn fizetsége zsoldja maga a halál. És nincs más számodra. Ha bűnösen távozol el erről a világról, a kárhoztatás a fejedre borul, testvérem, míg el nem távozol, tehát újra kezdtem a mondatot, ha bűnösen távozol el a világból, nincs mennybe menetel. Csak a pokol felé vezető útra léphetsz. És a cél, amikor megérkezel, maga a kegyetlen pokol lesz, testvére. És nem lehet másként. Mert ha másként is lehetne, akkor Isten nem az az Isten, akit a Biblia kijelent számunkra. Ő akkor nem egy egyértelmű, egyenes jellemű, igazságos Isten. Ő egy megalkotó. De nagyon jól tudjuk, hogy ő az igazság és szeretet Istene. Ő ilyet nem csinál, amit ő megmondott, az úgy is van. Nincs személyválogatás, amit megmondott, mindenkinek szól, még az amerikai elnöknek is. Nincs kivétel. És sorolhatnálok benneteket, örülök, hogy nektek is. Mert ezek szerint ismeritek ti is Istent. És nem tárítottok mellőle. Szeretitek, hogy ő ilyen, hogy ő nem személyválogató, és vállaljátok akár minden, bármit is, rátok zúdít az Úr fenyítékképe. Csak hogy az övé maradhassatok. És ez egy csodálatos dolog. Na ebben maradjatok. Aki még nincs bele gyökerezve ebbe, minél hamarabb tegye meg. Ő nem fogja magát, nem fogja tudni önmagát bele gyökereztetni ebbe, Istenbe, Isten nélkül, menj Istenhez, és ő segíteni fog téged. De vigyázz, mert ő nem személyi válogató, amin már van. Ő látja a szívedet, és ha nem vagy őszinte, nyílt, egyenes hozzá, észre fogja venni, és a manővered nem fog sikerülni, testvérem. Tehát a
kárhoztatás szolgálata az utolsó napokban. Isten nagyon jól tudja, hogy mi következik a világra. Akár ettől a pillanattól kezdve is, a következő pillanatban mi lesz, a következő órában mi lesz, a következő napon, héten, hónapban mi lesz. Mindent pontosan tud. Ő előre látott mindent, mielőtt még megteremtette volna az életet. Mielőtt még az ember a földre lett volna teremtve. Magából a földből, a porból. És mielőtt az élet lehelletét bele lehelte volna Isten az orrán keresztül, ami élet lehelletének neveztetik a Bibliában, de valójában ez maga az Isten. Pontosabban Istenből lett a nap, mert ő az élet testvére. És ő az szeretet. Önmagából egy darabot adott bele az emberbe. És ez a darab, szeretet, élet osztódik. Olyan képessége van, szintén Isten teremtési jóvoltából, hogy osztódni tud a végtelenségig. Nincs szám, hogy meddig tud osztódni, azaz, hogy hány ember, ezúgy születő embernek tudja önmagát kiosztani, önmagából leosztani mindenet vesz a határtalan az osztódása. Ez így meg mindaddig, míg ember fog születni a Földön. Tehát ott lakik Isten a teremtett emberben, és a teremtéstől származó ember csoportokban minden emberben. De csak ilyen szinten. Ez az ott lakozás veszélybe került a bűneset által, és azonnal felmerült a megváltás gondolata, ami már ott volt Istenben, szintén ott volt, mielőtt még a világ nem lett, vagyis lett volna, és megindult a megváltás. De ezeket a megváltási folyamatokat tudjátok, nem akarom ismételni magam. De mindezek tudatában, ha nem fogadod be, vagy befogadtad, de már nem érdekel igazán, és nem tudod megtartani és alkalmazni az igazság szeretetét, veszélyben vagy testvére. Újra mondom, az igazság szeretete nélkül nincs igazságos élet. Csak a mímelése, az utánzása van egy igazságos életnek. Csak utánozni tudjuk. Ez pedig látja az Úr, átlát mindenet, hiszen ő teremtett mindent. Ő ismeri tökéletességgel minden dolognak, élő dolognak, legyen az a természet, legyenek az égi madarak, legyenek emberek, minden élő lénynek a dolgait ő ismeri, mert az övé, őtől ered mindent. Hogy ne ismerni a legapróbb részlet? Tehát észreveszi, ha mi méljük az igazság szeretet. Jaj, csodálatos igazság, gyere oda, hol vagy, nem látlak. Valami ilyet adjál már magadról, mert én téged kereslek, nekem kell ez az igazság. Egy hét múlva azt látod, hogy totálisan fejreállt az illető, elbukott, és már nem a Jézus követi, hanem visszacsúszott a bűnbe. Nos, nem ilyen állarcos verzióra van szükség az Úrnak, hanem egy igazi lélekre, amely benned van, de csak úgy lesz igazán működő, győztesen működő, azaz, hogy legyőzi a bűnt, a képmutatást, mindent, a te vetkőzöd le mindezeket, amelyek tisztítják.
Neked kell ledőzni. Itt jön be megint a szabad akarat törvénye. Nekünk kell ezt megtenni. Erre vár az Úr, amikor vár, és nem cselekszik. Dehogy nem cselekszik. Az is cselekedett, hogy vár. Az Úrtól minden, még a várakozás is. Az is cselekedett, mert megvan az oka, hogy miért vár. És az az ok, ha te rájössz, hogy na most miért is vár az Úr, és nem tesz semmit, és figyel engem, hogy na mit cselekszek, ha te erre rájössz, hogy miért vár, a győzelem a tiéd lehet, testvére. Megtalálhat őt. És bejuthatsz vele együtt, mert meg fogod szorítni a kezét, és többé nem engeded el. Jutni a mennybe. Ez így működik. Tehát a kárhoztatás. Erről beszélünk. Tehát a Mózes törvény által jön a testi törvény, és a Krisztus szellemi törvény által pedig jön az igazság. Kétféle törvényről létezik. A Mózes törvénye és Krisztus szellemi törvénye. Mind a kettő a kárhoztatás törvénye, testvére. Hallottad ezt már? Ha hallottad, nagyon örülök neki. Nagyon komolyan. Ha nem hallottad, nagyon figyelj, mert most meg fogod hallani. Olyan titkot fogod hallani, ami esetleg még a te igazság szereteted általi gondolkodásodat is meg fogja erősíteni Krisztusban, és ad neked egy lendületet, hogy menj tovább. Talán jobban, mint eddig. Sikerülni fog. A következőről van szó. Az ember történelme során, tehát, mint már jeleztem, kétszer jelent meg a kárhoztatás. Mind a két időben a törvény formájában. Az első a Mózes törvénye, a második, ahogy már mondtam, Krisztus szellemi törvénye, amit a Biblia igazságnak is nevez. Nos, vegyük az elsőt, a Mózes törvényét. Ez a Biblia szerint a testi törvény. Olvassuk el a Róma 7:7-12-ig. Így hangzik az írás. Tehát újra mondom, említem, hogy a testi törvényről van szó. Az első kárhoztatási törvényről van szó. Mit mondunk tehát? A törvény bűn ég távol legyen, sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. De a bűn alkalmat vévén, a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül volt a bűn. Ma már említettem, hogy a bűn akkortól számítatik és ismertetik bűnnek, amikor Mózes megkapta a törvényt az Úrtól. És a törvény, tehát már volt egy igazi szellemi lelki tükör, a törvény, amiben az ember megláthatta önmagát. És sóhajtozhatott keményen, hogy mi lesz velem, ha nincs megbocsátás, ezekkel a bűnökkel nem juthatok Isten országába. Nos, nézzük tovább. Tehát törvény nélkül volt a bűn. Én pedig éltem régen a törvény nélkül, de ama parancsolatnak eljövetelével felelevenedik a bűn. Amit az előbb mondtam. Megelevenedett bennem a bűn. És láttam igazán önmagamat a törvény tükrében. Tehát ha nincs törvény, nincs bűn. Ez is az isteni igazságossághoz tartozik. Isten igazságossága szerint van az,
hogy Isten nem kárhoztat addig bennünket, amíg nem mutat rá az igazságra, tehát nem ad törvényt a népnek. Nos, megadta a törvényt Mózeson keresztül a népnek, és attól kezdve indult be a kárhoztatás az emberek életében. Én pedig meghalék, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, az isteni törvény, tehát parancsolat az valójában életre való, az élet törvénye, de nékem a halálomra van. Mert a bűn alkalmat vévén, tehát felébredvén, a törvény fényében felébredvén bennem a bűn, és megmutatta magát, alkalmat vévén, ama parancsolat által megcsalt engem és megölt általam. Ezt már lehetne részletesen és mélységeiben kitárgyalni, hogy mennyire a gonosz ravassága által van így, és mennyire az isteni igazságosság ereje által van így. Könyörtelen ereje. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Tehát jó a törvény. Kivéve, hogyha igazságosan élünk vele. Tehát rájövünk, hogy bűnösek vagyunk, a törvény tükrébe, ha belenézünk, bűnösek vagyunk Isten előtt, és megtérünk hozzá. Ez az, amikor igazságosan élünk a lehetőséggel. Igaz és jó, tehát a jó nékem, halálom lett én, távol legyen. Sőt, inkább a bűn az, hogy meglátszódjék a bűn, mely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Nagyon arra kell figyelnünk, hogy megértsük ezt. Ebbe egy kicsit Ludas Károli Gáspár is, aki fordította a Bibliát, de semmi baj, megértik. Tehát a bűn, a törvény jó és igaz. És ahogy felteszi Pál apostol a kérdés, hogy a jó halálomra jellett, akkor ezek szerint dehogy is a halálomra. Valójában azért van, hogy éljek, de. De. Tehát a jó nékem halálom lett. Távol legyen, sőt, inkább a bűn az, hogy meglátszódjék a bűn. Tehát a törvény kihangsúlyozta a bűnt, és feletté bűnössé, tehát megkeményítette a bűnt, hogy igenis nincs pardon, a bűnöntől nem szabadulok, a pokolba jutok be. Kötök ki a pokolba. Nincs mese. Nincs magyarázat, nincs más lehetőség. Tehát keményé tette a bűn valóságát. A törvény. Ezt magyarázza Pál apostol. Na most, ennek a kemény, halálos, tudhatok úgy is, hogy halálos ítéletnek a keménysége olyan, hogy itt nincs mese. Itt nem lehetséges másutt, csak egyedül az Istenhez vezető út, csak ő bocsáthatja meg ugyanis nékem a bűnt. Nincs más, aki megbocsáthatja. Az egész világ bűnös. Hát a bűnt akkor ki bocsáthatja meg, ha nem az, aki nem bűnös. Egy ilyen nem bűnös embert, aki Isten is volt, küldött le a mennyből. Az Úr, ez volt az ő csodálatos fia. Csak az bocsáthatja meg a bűnt. Ő nem volt bűnös. Őt nem egy emberi indulat termékenyítette meg. Őt a Szent Szellem által maga a Teremtő termékenyítette meg az ő anyját, testi anyját. Így lett az Isten fia. És így lehetett megváltó is. A megváltó.
bűn nélküli, és ki, ha nem ő, bocsáthatja meg a bűneimet. Nos, erről beszél az írás. De menjünk tovább. Nézzük most a második törvényt, a szellemi törvényt. Nézzük meg a Róma 8:1-4. Így hangzik. Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem szellem szerint. Károli úgy fordítja, hogy lélek szerint. De valójában szellemet jelent, a nála fordított lélek. Szellem. Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye, hallott, törvény, mindenhol törvény. Ezek dominálnak az élet fenntartásában, vagy éppen a halál behozatalában. Tehát, mert a Krisztus Jézusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Egyik törvény megszabadította a másik törvénytől az embert. Csodálatos. Ezért vannak filozófiai rendszerek. Ezért vannak különféle ideológiai rendszerek, különféle pártok alapelméletei, különféle minden és mindenféle elméletek, mindez kitaláció testvére. Ezek megszavarják és megosztják a világ minden nemzetét, ahol ezek működnek, de én úgy látom legalábbis, hogy minden országban ezek működnek. Így jobban, amott kevésbé, de ezek működnek. Ilyen törvényrendszerek. Egyik sem hozza be az Isten igazságát, hanem az ego igazsága szüli ezeket a törvényrendszereket. Nos, miről van itt szó? Tehát Róma 8:1-4. Olvasom tovább. Mert ami a törvénynek lehetetlen vala, mivel hogy erőtelen vala a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában, és a bűnért, ami azt jelenti, hogy Jézus emberfia volt. Isten fia és emberfia együtt. Miért volt emberfia? Mert testben megjelent a Földön, tehát ő egy emberként született a Földre. Emberi testben született meg, és emberi testben élte végig a 33 évét, és abban a testben ment fel a mennyben testvére. Csak az a test először át kellett, hogy szellemüljön. Olyan örök életűvé váljon, ezért támasztotta fel őt az Úr. Feltámadt, átváltozott a teste, és át tudott hatolni az egeken, bizonyos szellemi régiókon, szinteken, és így tovább, és a mennybe ért. Abban a testben van, ott a mennyben a mai napig a názáreti Jézus. És azt mondja az ige, hogy mi is, akik majd felmegyünk, ha felmegyünk, aki kitart, mint végig, pontosan így fog elváltozni a testünk, ahogy Jézusnak a teste változott el. És abban az elváltozott testben fogunk felmenni. Azt mondod, hogy hát a föld alá temettek, mert előbb haltam meg, mint ahogy az elragadtatás lett, na és az Úr feltámadt, a föld alól is kihozza a te porodat, testvérem, és újra megformálja emberi, pontosan olyan, amilyen voltál, csak tökéletes leszel. Tökéletes, semmi hibád nem lesz, betegségülne és álmod.
ilyen testet fogol kapni. Ha pedig élsz még a földön, amikor az elragadtatás megtörténik, át fogod élni, amit az ige mond, hogy az elragadtatás előtt feltámadás lesz, a halottak kijönnek a sírjukból, és élnek, testvére. Aki az igazságban halt meg, kijön a sírból, és felmegy egy új testben a mennybe. Hát akkor mi a helyzet? Érdemes félni? Ugye, hogy nem érdemes. Hát ne féljél, kicsi nyárja az Úrnak. Ne féljél, örvendes szél az Úrban. Mert nagy dolgokat készített a számodra. És ezek a dolgok valósággá lesznek. Ugyanúgy, mint eddig is. Ami az elmúlt időszakra volt megírva, megígérve az Úrtól, azok is valósággá lettek. A következők is ugyanilyen valósággá lesznek. Menjünk tovább. Negyedik vers. Tehát a bűntestének hatorlatosságában és a bűnért kárhoztatá a bűnt a testbe. Hallott? Ez már a második törvény, a szellemi törvény. A bűn kárhoztat téged a te testedbe. De, hallgass tovább, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. Nos, itt eljutottunk egy olyan ponthoz, ami üdv történetileg nagyon fontos. Mindjárt meglátjuk. Tehát, hogy a törvénynek igazsága ne teljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint. A szent szellem vezetése alatt. Tehát újjászületett Krisztus követő hívőkről beszél az írás. Azoknak az életükben kell beteljesülni a törvénynek. Melyik törvénynek? Testvérem, nem csak a szellemi, krisztusi törvénynek, hanem a mózesi törvényről beszél a Biblia elsősorban. Nézzük csak meg, hogy mi a helyzet egyszer. Hányan mondják, főleg nagy, hatalmas egyházakat alapító emberek, adjátok el az Ószövetséget. Csak az Új Szövetség. Felejtsétek el az Ószövetséget. Igen. Nos, akkor nézzük meg a Máté 5, 17. versét. Máté 5, 17. Mit mond itt az írás? Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Ószövetség? Vajon nem a törvényt és a prófétákat törlik ez ezzel? Az egyik gyülekezetbe meghívtak, és elmentem. Debrecenben történt. Az egyik nagy afrikai világméretű gyülekezet egyik pásztora volt az illető, aki meghívott engem. Itt Magyarországon is elkezdtek gyülekezeteket alapítani, némelyek, többek között ő is, neveket nem mondok. És azzal kezdte az első tanítást, az Ószövetséget felejtsétek el. Az én vezetőm, az egyház feje, nevet nem mondok, azt tanítja, hogy azt el kell felejteni, csak az Új Szövetség az élő ige, a mai időben, amióta Krisztus megváltotta a világot, csak az Új Szövetség és semmi más. Megyünk tovább. Tehát, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Betöltsem. Na most akkor nézzük meg a Róma 8, 3-tól 4-ig, de én inkább csak a 4, 4. versét olvasom újra. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint.
el kell hagyni a korotó szövetséget. Nem látjátok ezeket az igéket? A Biblia önmagát magyarázza testvére. Jézus nem azért jött, az ő szájából mondom, nem az én gondolatom, azért olvastam fel az igét. Tehát nem azért jött, hogy megrontsa a törvényt, és elmúltá feleslegessé tegye ezzel a megrontással, hanem hogy betöltse, érvényt szerezzen az igének. És itt van a válasz, a megerősítés, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennük. Mert a törvény, mondja egy másik helyen Pál, igaz és jó és szent, és követése méltó. Nem lehet lehúzni, nem lehet eltörölni. Az jó és szent, csak hogy nem ad megoldást a bűn eltörlésére. Jönni kell egy másik törvénynek. És jött a másik törvény Krisztusban. Akkor most mi a helyzet, testvére? De Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, mert a törvény jó és igaz és szent, hanem betölteni, érvényt szerezni neki, újra mondtam. Tehát éljetek a teljes Biblia szerint, testvére, és soha ne hallgassatok senkire, hogy azt mondja, hogy már az Ószövetség nem érvényes. Ugyanúgy érvényes, mint az Ószövetség. Hanem neked, tudod, mi az érvényes cselekedetet? Most lefordítva, mi hívő életünkre, Krisztusban való életünkre, mi a helyes? Mit kell tennünk? Betölteni Krisztus törvényét. Mert ezzel betöltjük a mózesi törvényeket is. Azokat nem mondom, hogy betöltjük, amit Jézus megváltoztatott. A gyűlöletet, haragot, visszavágást, meg bosszút, meg ilyeneket szeretetté változtatta. Ennyit változtatott a törvényen csak. Mert most a szeretet igazsága, és szállt le a mennyből a názáreti Jézus Krisztusba. Maga a szeretet lett kinyilatkoztatva, Isten. Ahogy János mondja, Isten szeretet. Ezt hozta Jézus, az Istent hozta. Ő maga is abból a szeretetből jövén ki. Találta. Itt vannak a tiszta összefüggések. Neked kell betölteni a törvényt. Újra mondom, a te Krisztusban való jó életeddel tudod betölteni. A jó életed van a Krisztusban, és teljes nyitottságban élsz mind a két törvény számára, tehát az ószövetségi törvény, a mózesi törvények számára is, Krisztus törvényének számára is, és persze természetesen az első, amely elsőbséget, tehát prioritásban, az maga a krisztusi törvény, a szellemi törvény, amely maga, újra mondom, mint az előbb is, maga az igazság törvénye. Az maga az igazság. Akkor betöltöd a mózesi törvényt is. Abszolút, testvérem. És akkor fogod megérteni, hogy mit mondott Jézus. Nem azért jöttem, hogy a törvényt megrontsam, hanem hogy betöltsem. Tehát, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Mert a mózesi törvény bizonyos vonatkozásokban, majdnem 100%-ban egyezik a szellemi törvényrendszerrel, Krisztus törvényével. Ezért kell betölteni. És ahol nem az szeretet dominál, ott úgy se fogod megcselekedni. Szemed szemért, fogad fogért. A benned lévő Szent Szellem, aki vezet téged, azon át fog mutatni, ezt a törvényt ne törzd be. Igaz, hogy kiütötte az illető a bal szemedet, de nehogy már visszaadd a kölcsönt neki, és kiüss az ő bal szemét is, vagy ne talán mind a kettőt. Jézus nem ezt tanította.
hanem azt tanította, menj oda hozzá, és ölend meg, és mondja neki, testvére, Isten, és én is szeretlek téged, semmi baj nincs, nincs semmi baj, nyugodj meg, és menj el békességgel. Erről van itt, testvére. A téged vezető Szent Szellem ezt fogja neked tanítani és mutatni. Egy olyan kritikus, halálos helyzetben. Tehát te tudni fogod, hogy mit és mit nem kell megtartani a régi mózesi törvényekből, meg a sok áldozati rendszer, meg egyedek az azok a zsidóknak szólnak. Krisztusig, és nem tovább. Nos, kárhoztatás. Hát ez az az igazság, ami kárhoztatja mindazokat, akik már megismerték az igazságot, tehát már meg voltak érve, és elbuktak, vagy meg vannak térve, de még nem buktak el, csupán megálltak egy szinten, és nem mennek előre, holott menniük kellene. Azok el fognak bukni hamarosan, csak idő kérdése. Mert aki megáll, eljön az a bizonyos pillanat, amikor már nincs tovább, onnantól kezdve csak a bukások következnek. Én ezért sürgetlek benneteket is. Ezért sürgetek bárkit, aki hallja ezeket az üzeneteket. Arra, hogy ne állj meg, menj tovább. Állandóan legyetek mozgásban, a Krisztus igényét cselekedő mozgásban, testvére. Nem csak, hogy ez a kedves az Úrnak, hanem ez tartja benned a lelket, a szellemet, és ez hozza számodra az életet, nem más, testvére. Az élet a mozgásban van, a Krisztusi cselekedet bentart, ami egyúttal mozgássá képződik az életedben, mozogjál, testvére. Állandóan legyél mozgásban, és nem tud elcsipni, különcsipni, nem tud fogást találni rajtad semmilyen téma, testvére. Legyél tehát mozgásban. Nos, ezeket, akik nem ebben vannak, ne talán, ahogy már mondtam, vissza is vannak esve, konkrétan is, ezek kerülnek kárhoztatás alá. Miért? Mert a kárhoztatás idéje, szellemi törvény Krisztusban, és a Szent Szellem, ez a kettő, téged kárhoztatás alá tesz. Azáltal, hogy nem cselekedett azt, amit a ige mond, azt, amire a Szent Szellem próbál téged vezetni. Nagyobb erőt enged az egónak, nagyobb erőt enged, és is sokkal több jogot, mint kéne, sőt, semmilyen jogot nem kéne az egónak engedni. Hanem egyedül az Úrnak, illetve az ő szellemének. Ő neki kellene minden jogot átruházni, átadni az életedből, és neked már nincs semmi, semmi. Mentes vagy a kárhoztatástól. De csak így vagy mentes, testvére. Amíg bármi benned van, és nem akarod letenni, nem akarsz elszakadni tőle, nem akarod abba hagyni, mert megrögzöttél benne, mert szenvedélyeddé vált, meg ilyenek. A kárhoztatás törvénye ereje alá kerülhet, drága testvérem. És ez olyan biztos, mint ahogy mondom. Én csak az igét mondtam. De mondom. Mondom és nem hallgatom el. Mert erre hívott el engem az Úr. Nos, ez az az ige hirdetés, testvérem, ami kimegy a világba, de nem
csak fizikai módon, hogy hallani is fogja minden ember. Kimegy a világba szellemi módon. Mert pontosan megvannak ehhez, hogy ez megtörténjen, hogy szétoszoljon és betöltse az egész a világ minden szegcukát, megvan hozzá a műszaki felkészültség, ez pedig az internet. Na látod. És ennyi elég, hogy jöjjön az Úr. És csapást mérjen a gonoszra, végzetes csapást, és elindítsa az ő világának, Isten világának, országának a csodálatos dolgait, építését. Eddig is azt tette a megváltás óta természetesen, de most, amit beindít, ez már egy globális építkezés lesz. Nem csak itt egy hívő, amott van egy hívő, itt van 10 hívő, ott már 100, az egy hatalmas gyülekezetnek számít, és itt van. Nem testvérem, hanem egyre nagyobb szabadságot fog kapni az ige hirdetés, de csak az igazság teljes hirdetése, és egyre többen fognak hozzá csatlakozni, mert találkoztak a bűneik igazságával, ami a halál, testvére. Az egész emberiségnek át kell menni a halálon, ami egyben az ítélet is lesz. És ez az ítélet be fogja nekik bizonyítani, hogy Zsák utcába jutottatok, és amíg lehetett volna, nem fordultatok vissza a helyes útra, mentetek tovább. Mert a nagy képviségtől nem tudtátok az igazságot elfogadni, és bevallani, igen, Uram, tévedtünk. Ennek a gyümölcsét arattátok le. És le kell aratni ezt a gyümölcsét az egész világnak. Most, hamarosan, már elkezdődött. Már elkezdődött. Nos, ez a káosztatás. Amikor ott van az igazság, az élet igéje megvan számunkra mutatva is, de nekünk nem kell. Ja, hogy az igazság szeretete. Ó, hát szeretem én az igazságot. Na és akkor mi van aztán? És így tovább, és hogy de mit reagálnak sokan? És egyre több. És elkezdik mímelni, hogy tényleg szeretik az igazságot. Amikor félrenézel, már mindenre kész. Már nem az igazságot szeretik a cselekedeteivel, hanem a halált. A bűnös ember a halált szereti, ez van megírva szó szerint, testvére. Nem az életet, a halált. Végéhez értünk az üzenetnek. Még van itt egy nagyon fontos vers a Bibliában, szintén a római levélben, ami a törvény szentségét, igazságát erősíti, szintén, mint az előző versek. Nézzük meg a Róma 3:31-et. Így hangzik az írás. A törvényt tehát hiába valóvá tesszük-e a hit által? Tehát, ugye említettem, hogy egyes fő pásztorok, hogy kezdik a tanítást? A törvényt, az egész Ószövetséggel együtt felejtsétek el, csak az új szövetség, csak az új szövetség. Tehát, a törvényt tehát hiába valóvá tesszük a hit által. És azt tanítják, hogy elég a hit, Krisztusban higgyél és kész, ez minden megold. Van benne igazság. De hát ezek részigazságról tanúskodnak, amiről beszélek. A teljes igazság az, hogy nem elhagyni az Ószövetséget, hanem egybe fűzni, egyben tanulmányozni az új szövetséggel. Mert egyik a másikból nő ki.
Tehát a törvény, tehát hiába valóvá tesszük egy hitelt, az távol legyen, sőt, inkább a törvényt megerősítjük. Nos, hol vagytok? Gigapásztorok. Akik arra tanítjátok a népeiteket, hogy hagyják el az Ószövetséget. Ez azt is jelenti egyben, sőt, elsősorban azt jelenti, hogy hagyjátok el a mózesi törvényt. Na látjátok? A törvényt inkább megerősítjük. És ez Krisztus követő, igazi, újjászületett hívőknek mondta Pál apostol. Megerősítjük. Róma 10:4, és itt fejezte az írás a kérdést, mert a törvény vége Krisztus minden hívőnek igazságára. Tehát Krisztusban olvad fel, megy bele a mózesi törvényrendszer, testvérek. Krisztussal ér véget, ahogy az írás mondja. És nézzük meg ugyanezt a verset, az egyszerű fordításból. Azt hogy mondja. Egyszerű fordítás. A törvény ugyanis Krisztusban érte el a végső célját. Mind a kettő jó fordítás, de ez a második, ez jobb. Ez hajszál pontosan kimondja az igazságot. Tehát a törvény ugyanis Krisztusban érte el a végső célját. Tehát a törvénynek a célja a Krisztus. Krisztus bejött, és azt mondta, nem rontjuk meg a törvényt, hanem betöltsük, mert az jó és szent és igaz. És ő szerint is élt. Nézd csak meg, amikor oda ment bemerítő Jánoshoz. És János nem akarta bemeríteni. Megijedt, mert felismerte az Isten fiát Jézusban. Mit mondott neki Jézus? Engedj, János, mert így illik nékünk minden törvényt betöltenünk. A kereszten is az utolsó törvényeket, amik írva voltak róla, a proféták szavai, hogy mit fog mondani a halálkusája alatt is. Nem kimondta az utolsó szóig, az utolsó szó elvégeztetett. És kilehelte lelkét, és meghalt. Ember, a teljes igazság legyen benned. Ha szerint élj, ha szerint járj, és járj, mozogj, állandóan, Krisztus dolgain működjön az agyad. Állandóan. És találkozol valakivel, ne kell telj, és ne hazudj, és ne képmutatóskodj. Mondd meg őszintén, hogy szereted őt, és szeretnéd, ha ő is szeretné őt, a te embertársad. De ha nem kell, hogy szólj ezekről a csodálatos dolgokról, a Szent Szellem azt is ki fogja neked jelenteni. Kerülj igazán, teljes mértékben a Szent Szellem vezetése alá. De ebben munkálkodni kell, testvére. Sokat imádkozni. Szent Szellem, taníts engem a veled való együttműködésre. És így tovább, és így tovább. Ahogy a szíved diktálja. Kérjed, és meg fogod látni, hogy meg fogja neked adni, minden nap ezen fog munkálkodni benned, és mire észreveszed, egyre jobban együtt tudsz majd működni a csodálatos Szent Szellemmel. Nos, van itt még valami? Tehát visszamegyünk a Róma 8:4-hez, de csak az egyik feléhez, a vers egyik feléhez, így hangzik, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk. Az imént erről beszéltünk. Tehát a törvénynek igazsága van, testvére. Ennek be kell bennünk teljesülni. És megint itt jön Jézus, nem azért jöttem, hogy a törvényt megrontsam, hanem hogy betöltsem. Hogy az ő életében is beteljesüljön a törvény. Ezért jött,
Ő a törvény alapján jött, hiszen ott van megírva Jézus jövetele. Több helyen is megjövendőlve. Még az is, hogy miért kell neki jönni. Mert a mózesi törvény nem elég ahhoz, hogy üdvösséget szerezzen a világnak. Csak a bűnre mutatság. De ez kellett. Egyből nem lehetett a falnak ugrani fejjel, és gyerünk, tertek, megváltok benneteket. Nem. Elő kellett készíteni a terepet, az embert a megváltásra. Ezért jött el János, hogy az Úrnak készítsen egy népet, aki majd felismeri Krisztusban a megváltót, hinni fog neki és cselekedni az akaratát. Na látod az összefüggéseket? Hát erről van itt szó. Ugye, hogy milyen mélyére kellene venni az Eklésiának minden gyülekezetbe? Úgy elővenni az igét, mélységeiben felmutatni, és nem engedni, hogy a nép aludjon és kis tejecskét szopogasson állandóan. Nos, nézzük meg ugyanezt az egyszerű fordításba végezetül. Tehát, hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, egyszerű fordítás, így érte el azt, hogy a törvény jogos követeléseinek meg tudjuk felelni. Igen? A törvény jogos követeléseinek meg kell felelni, tehát nem csak az új szövetségi szellemi törvényről beszél a Biblia, hanem a mózesi törvényeknek is meg kell, hogy feleljük. De ha elhagyjuk, nem is vesszük a kezünkbe, akkor hogy ismerjük meg, aminek meg kell felelnünk? Na hogyan? Én kívánom az Úrtól teljes szívedből, állítsa helyre a tévedő pásztorokat. Tehát ez a kárhoztatás lényege maga az igazság. Aki nem jár az igazságban, a teljes igazságban, testvérem, az önmagát fogja kárhoztatás alá taszítani. És ezen nem lehet változtatni, ez az Úr törvénye. Ennek meg kell történni. Mindazoknak az életében, bármilyen rangú, hírű, nagy tekintélyű emberekről is lenne szó. Tehát mindazok életében, akik nem veszik komolyan. Tudod mit? Ezt. Magát a Bibliát, a teljes Bibliát. Ezzel zárnám a gondolataimat. Vigyázz! Véletlenül se csúszson bárki közülünk, bármelyikünk is a felhoztatás alá. Holnap már nincs kiút, testvére. Sajnos nincs. És jön az a korszak, illetve már itt van az a korszak, és kezd egyre jobban keményedni, amelyről beszél a Biblia. De azt mondja Pál apostol, hogy nem jön az el addig, amíg félre nem teszik az Úrból, aki még akadályozza az Antikrisztus fellépését. Ha megnézed a Jelenések könyve 3. részét, találni fogsz egy verset, igen verset. A laodiceai korszak ott írt levélben, amikor Jézus Krisztus kívülről zörget, hogy engedjék be, és akik megzörget, mint az az ő népének a fiai testvére. Nem csak szégyen és gyalázat, hanem a fájdalom, a legmélyebb része a fájdalomnak, ha igazán tele gondolsz. Krisztust a saját népet kizásta maga közül. És amikor ez megtörténik, félretezünk azt, aki még akadályozza az Antikrisztus eljövetelét, természetesen Jézus Krisztussal együtt a Szent Szellemet is félre kell, hogy tegyék, de ez párhuzamosan megy a kettő. Jézus és a Szent Szellem együtt, pont végetére, akkor jön el és robban be a vég. Fellép az Antikrisztus,
és megkezdődik a tánc. A tánc, testvérem. És kíváncsi lennék, büszke hívők, tisztelet a kivételnek. Vajon hogyan fogtok tudni büszkélkedni, és jamis fogni? Dicsekedni a ti szeretetetekkel. És mondogatni a másiknak, hogy szeretlek. De ha cselekedni kell, akkor féltek kimondani ezt a szót. Megbuktok, testvérem. Na, vajon akkor majd mit fogtok csinálni? És mondani. És milyen színjátékot fogtok játszani a ti saját egótok által felépített színpadotokon? Na mit? Hát ezzel zárnám. Ezt a néhány gondolatot. Az Úr nagyon áldjon meg benneteket, és mindazokat, akik hallgatni fogják, és mindazokat, akik tesznek is valamit, hogy minél többen hallják ezeket a felvételeket. Amen.